Sziasztok, én Pandi vagyok, és ez a videó egy olyan témájú, amit már nagyon régóta meg szerettem volna csinálni, ugyanis nem csak azért, mert már sokan kérdeztétek live-okban, meg kommentekben, vagy akárhol máshol, hanem azért is, mert szeretem továbbadni az olyan dolgokat, amik nekem is tetszenek. Egyrészt volt ugye már egy ilyen zeneajánlós videóm, néha szoktunk könyv- vagy filmajánlókat is csinálni, ez pedig egy olyasmi lenne, amiben youtubereket ajánlok nektek, vagyis olyan videósokat, akiket én nagyon-nagyon szeretek. Én is ugyebár rengeteg időt töltök a YouTube-on azzal, hogy mások videóit nézem, és időről időre rábukkanok olyan emberekre, akiket nagyon érdekesnek találok, és szeretek nézni. Ezek az emberek van, hogy híresebbek, van, hogy kevésbé híresek, de lényeg az, hogy valami nagyon megfogott bennük, és ezért szeretném nektek is továbbadni őket. Írtam is egy listát róluk. Mindegyik videós, aki ebben a videóban említést kap, az külföldi. Magyarokat is szoktam nézni, de viszonylag ritkán, általában inkább külföldi videósokat. Rendben, szóval, akkor kezdeném is a listát a sok dumó után. Tehát az első ember, akit ajánlanék nektek, és az én személyes kedvencem is, nem más, mint Liza Koshy, aki egy amerikai youtuber, de félig indiai, és már nem is tudom, hogy mióta készít videókat, de a lényeg az, hogy mindegyik nagyon-nagyon vicces, és nagyon-nagyon kreatív, látszik, hogy rengeteg munka van bennük, és annak ellenére, hogy viszonylag rövidek, általában ilyen 5 percesek szoktak lenni, nagyon durván sok tartalom van benne, és ez mind szórakoztató, szóval kizárólag a saját tartalmát gyártja le, és benne van a saját egyénisége, ami szerintem egy felületeges egyéniség, tehát az életben is szívesen lennék jóba vele. Úgyhogy ajánlom is, 2 csatornája is van, a fő csatornája és egy vlog csatornája, de igazából nem, az nem is vlog csatorna, csak egy másik csatorna. Úgyhogy igazából hetente 2 videó is jön ki tőle, úgy, Még az elején, amikor nem ismertem, akkor egy húzamban kb. Végignéztem az összes videóját, mert nagyon jók. Egy másik vicces kategóriás lány, vagy nő, nem is tudom, hogy mondjam. Egy olyan videós, aki alapvetően nem... Hát szóval nem a vicces videógyártása a lényeg a csatornán, hanem a körmös videókat készít, nem más, mint Simply Nail Logical. Alapvetően körmös videókat csinál tehát, de mindegyiket nagyon vicces módon, és az ő videójában is látszik, hogy nagyon sok munka van, nem csak a körmök elkészítésében, hanem az egész képvilágban, hogy úgy mondjam. Szóval igen. A lényeg az, hogy a nő személyisége szerintem fantasztikus, már csak amiatt is érdemes felnézni, hogyha pedig szeretitek a körmöket is, vagy azon gondolkoztok, hogy milyen extrémebb körmöket festhetnétek magatoknak, akkor érdemes megnézni a csatornáját. Egyébként neki is, azt hiszem, hogy neki is 2 csatornája van, de csak az egyiket szoktam nézni, a fő csatornáját. És őt pedig egyébként úgy találtam, hogy ő csinálta ezt a körömlakhegyet, ami nem tudom, több mint 100 réteg körömlakot ragadt az ujjaira, vagy a körmeire. A harmadik kedvenc vicces videósom pedig nem más, mint Joe Santagato, aki nem tudom, hogy mennyire ismert Magyarországon, mert igazából annyira nem hallottam másoktól, hogy néznék. Ő alapvetően reakció videókat csinál. Igen, igazából elég sok mindenre reagál, többféle sorozata van, és a reakciói szerintem nagyon-nagyon viccesek, neki is tök jó humorérzéke van, és ő is viszonylag rövid videókat csinál, de az is mind tele van tartalommal, és nagyon jókat lehet rajta nevetni, főleg én is mindig ledöbbenek, hogy mennyire hülye emberek vannak a világban, úgyhogy ha valaki csak valami könnyed szórakozásra vágyik, akkor annak nagyon ajánlom. Vicces, ó, igen. És az utolsó vicces kategóriás lány pedig nem más, mint Hailey Bly, azt hiszem, hogy így kell ejteni a nevét, és igazából már az is sokat elárul róla, hogy milyen videó alapján találtam meg. A lényeg az volt a videónak, hogy részegen próbált magának frufrut vágni, ami egyébként szerintem tök jó lett, de már abban lejött, hogy a csaj személyisége nagyszerű, és nagyon vicces. Ő egy kicsit másféle hangulatú, meg típusú videókat készít, de mindegyik nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon egyedi. Kicsit ilyen retrós stílus van egyébként a lánynak, és és zenéket is csinál, és azok a zenék is nagyon jók, úgyhogy ő is olyas valaki, akivel nagyon-nagyon szívesen lennék barát, hogyha a közelemben élne.
nem pedig a világ másik felén. Ezzel igazából ki is lőttük a vicces kategóriás videósokat, úgyhogy jöhetnek a, hát a motiváló kategóriába soroltak, de ezek lehet, hogy motiválóak, vagy kreatívak, vagy csak hasznosak, igazából kicsit vegyesebb már ez a társaság. Közülük is az első csatorna, akiket említenék, az a Mango Street Lab. Egy lány és egy férfi csinálják az egész csatornát. Mind a ketten fotósok, azt hiszem, hogy Los Angelesben élnek talán. Ők mondjuk nem tipikus youtuberek, mert fotózáshoz való tippekről csinálnak videókat, viszont azok mind egytől egyig nagyon-nagyon hasznosak. Rövidek, tömörek, jól néznek ki, és rengeteg nagyon szuper információ van bennük, az összes videójukat már nekik is végignéztem, mert én is imádok fotózni, és annyi mindent tanultam tőlük, hogy tényleg meglepő, főleg az, hogy ezt mind csak úgy felrakják YouTube-ra, és ezek is olyan videók, amikben látszik, hogy tényleg nagyon-nagyon sok munkát fektetnek bele, úgyhogy én mindenképpen ajánlanám ezt a csatornát azoknak, akik szeretnék fotózni, vagy többet szeretnének megtanulni a fotózással, mert tényleg eszméletlen sok tippet tudnak adni kezdőknek is, vagy középhaladóknak, vagy akármilyen szinten álló fotósoknak. A következő videós, akit már említettem egyébként még a legutóbbi vágatlan videómban, nem más, mint Sarah, vagy Sarah Kay, aki hát egy teljesen más dolog itt YouTube-on, szerintem még hozzá hasonlót soha nem láttam, ugyanis nagyon gondolatébresztő videókat készít, amik egyébként hosszúak, viszonylag hosszúak, 40-50 percesek is akár, úgyhogy ha valaki időt szeretne arra szánni, hogy belenézzen egy videójába, akkor ahhoz tényleg sok idő kell. Elég kevés vágás van egyébként a videóiban, tehát tök jó, mert olyan, mintha egy barátnőddel beszélgetnél, mondjuk leginkább csak ő beszél, de a lényeg az, hogy én amikor elkezdtem őt nézni, akkor egy csomó videóját megnéztem egymás után, és tényleg elég jó gondolatokat ébresztett, úgyhogy ezt a lányt bárkinek ajánlanám. Aki szeretne egy kicsit elgondolkodni bizonyos dolgokon, vagy csak megnézni egy olyan szemét, aki igazából így kicsit inspirálja, vagy nem tudom, mert tetszik, hogy őszinte a lány, és hogy felvállalja magát, és az egész élethez való hozzáállása tetszik. Egyébként pedig nagyon szuper sminkeket is csinál. Néha, hát most már viszonylag sűrűn készít sminkes videókat, úgyhogy hogyha valaki szereti a sminkes videókat, akkor nála meg lehet azokat találni. Mármint, hogy a jóféle sminkes videókat. Na, még egy viszonylag motiváló csatorna, bár inkább rá azt mondanám, hogy csak ilyen kis megnyugtató, meg jó hangulatot ad. Ő nem más, mint Mimi. Hi, I'm Mimi a csatorna neve, és remélem emlékszem, hogy találtam meg, de a lényeg az, hogy nagyon aranyos egyébként a lány, 16 éves, Svédországban él, angol nyelvű videókat csinál egyébként, és a videói témája általában az ilyen a nap témák, egyébként nem is szoktak nagyon hosszúak lenni, de mindig nagyon cuki és nyugis, és a lány stílusa is nagyon jó, egy kicsit retrózsöltés ő is, valamint nagyon szépen énekel, és nagyon jó zenéket ír, már megjelent 5, azt hiszem, hogy 5 vagy 6 száma is Spotify-on fenn van, úgyhogy azokat is érdemes megnézni, de egyébként, hogyha bárki ilyen kis megnyugtató és aranyos videókra vágyik, akkor az ő csatornáját nagyon tudom ajánlani. És elérkeztünk az utolsó két csatornához, akiket nagyon szeretek és nagyon ajánlok. Az egyik az egy sminkes csatorna, ami azért meglepő, mert én nem nagyon szoktam sminkes videókat nézni. Igazából, hogyha találok is olyan csatornát, ami sminkes videókból áll, akkor annyira nem szokott megfogni, vagy a videós személyisége, vagy csak úgy túl basic nekem. Viszont ez a csaj valahogy nem volt annyira basic, vagy nem is tudom, mert nagyon-nagyon aranyos személyisége van, de mégis nagyon bevállalós is, ami jó dolog. Nem más, mint Jordi. A csatornája neve pedig It's Likely Makeup, és nagyon szuper sminkeket csinál. Szerintem az fogott meg a csatornájában főleg, hogy ugye, ahogy ránéztek a videóknak az index képére, már azon látszik, hogy iszonyat szuper smink fog abban elkészülni, és nagyon jó nézni csak a folyamatot magát, hogy készíti el az egész sminket. Én tátott szájjal néztem mindig, és hát nézem azóta is. És nagyon aranyos, tényleg nagyon aranyos, meg nagyon jó dolgokat mond a sminkekkel kapcsolatban, meg a sminkeléssel kapcsolatban, és nagyon sokszor inspirált arra, hogy én is kipróbáljak egy-egy extrémebb sminket. Hát annyira extrémet nem, mint amiket ő csinál, de azért hasonlóakat.
És az is nagyon tetszik, hogy nem zavartatja magát, hogy mindig tök máshogy néz ki, mert ugye sokan így ítélkeznek emberek felett, akik mindig máshogy néznek ki sminkekben, meg nem úgy néznek ki, mint ahogy smink nélkül kinéznek, de ő meg leszarja, és ez nekem nagyon tetszik. És most is érkeztünk az utolsó csatornához, amit ajánlanék nektek, és ők egyébként most a második kedvenc csatornám Liza után, annak ellenére, hogy nem vicces kategóriában vannak benne, viszont minket Dinával ők nagyon-nagyon motiválnak és inspirálnak mindig. Ők nem más, mint a The Lineup, amit két lány csinál, Maya és Julia, Svédországban élnek ők is, és főleg a divat témában készítenek videókat, lookbookokat, vagy outfitekről videókat, vagy mostanában viszonylag sok ilyen leülős beszélgetős videójuk is van, de náluk is látszik, hogy nagyon durván sok munka van egy-egy videóba belerakva. Nagyon szuper a stílusuk, a videóvágásaik is, tehát azon mindig csak így ábolok, hogy mennyire jól vágják meg az összeset, a zenéik is fantasztikusak, és igazából annyira minőségi videókat készítenek, hogy hihetetlen. Szóval, hogyha bárki 10/10-es minőségi tartalomra vágyik, akkor az ősötornájuk az mindenképpen ajánlott. Azt hiszem, hogy most ezzel el is érkeztünk a listám végére. Hogyha volt bármilyen videós, akit ti is ismertetek és szerettek, vagy nem, igazából leírhatjátok a véleményeteket róluk a kommentekben, valamint, hogyha valamit kifelejtettem mondani róluk, de érdekes lenne, akkor azokat is írjátok meg nyugodtan, valamint ajánljatok. Mármint, hogy videósokat, mert nagyon várom én is bárkinek a tippjeit, hogy kiket szeret nézni, és hogy kiket ajánlana nekem, úgyhogy bármi, ami hozzáfűzni valótok van, azt hagyjátok ott lenn nekem kommentben, és hogyha lesz időm, ami általában szokott lenni, akkor lecsekkolom a videósokat, akiket ajánlotok nekem, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!